Sziasztok, japán specialisták! Jámbor Aliz vagyok, és van egy félbehagyott munkánk. Hónapokkal ezelőtt megteremtettük ugye a Japánt, de még nem teremtettük meg az isteneket, úgyhogy ezt most bepótoljuk. Mielőtt belefogok ebbe a végtelen történetbe, előre szólok, hogy ma nem lesz heti sokkoló. Azért ezt nem bírtam kihagyni. Tehát ma nem lesz heti sokkoló, illetve nem csak ma, hanem 2 vagy 3 hétig nem lesz heti sokkoló, ugyanis az történik, hogy előre dolgozom én jövő pénteken, amikor nézitek ezt a videót, akkor holnap után érkezem meg Magyarországra, és most előre dolgozom. A múlt péntek van jelenleg, és annyi minden még nem történt, hogy be tudjak róla számolni, illetve nem látok a jövőbe, hogy a jövő heti és a 2 hét múlva lévő nagy heti híreket el tudjam nektek mondani. Viszont a mai adás sem fog elmúlni sok hatás nélkül, ugyanis a Kamiumi, az istenek születése, maga a horror, egy véres akciófilm, telistele égő genitáliákkal, pisivel, kakival, hányással, illetve férges, rothadó testekkel. Maradjatok velünk feltétlenül. Ha még emlékeztek, ha meg nem, akkor sürgősen pótoljátok, tehát ha még emlékeztek, akkor Izanagi a férfi isten és Izanami a női isten meglehetősen nehezen oldotta meg, hogy mit kell összetenni, mivel, hogy földek és istenek születhessenek, de aztán rájöttek a dolgok nyitjára, vagy Izanagi jött rá a dolgok nyitjára, mindegy, és megszületett Japán 8 nagy szigete. Innentől kezdve aztán elkezdtek iparkodni, hogy isteneket is létrehozzanak, és megteremtettek 17 istenséget. Ebből 6 istenség házi istenség volt, ami azt jelenti, hogy a ház részeit szimbolizálták, ők voltak a fal, a bejárati ajtó, a tető, illetve a ház védelmezői, például a szél ellen. A többi istenség a természethez kötődő istenség volt, a rétek, a fák istenei teremtődtek meg az első 17 isten képében. Amikor viszont Izanami megszülte a 17. istent, akkor megkezdődött a horrorfilm. A 17. isten Hinokagutsuchi, vagy csak röviden Kagutsuchi, ugyanis a tűz istene volt, és amikor a mesélők ideig jutottak a történetben, rájöttek, hogy egy nő nem ússza meg egy könnyen ezt a szülést. Szerintem japán specialista lányok, nektek nem kell elmagyarázni, hogy mi ezzel a probléma, japán specialista fiúk, ti pedig meg próbáljátok elképzelni egyéb testnyílásaitokkal, hogy tüzet szültök. Én mondtam, hogy horror lesz, és még csak most jön a java, ugyanis Izanami haláltusájában elhányta magát, bepisilt, bekakilt, ezt még így hagyján, de ezekből a dolgokból mind-mind újabb istenségek születtek. A pisiéből például egy isten, akit megkért, hogy majd fogja vissza Kagutsuchit, a tűz istenét, teljesen egyértelmű, hogy ez az istenség, istennő, maga a tűzoltás istennője, hát a kút istennője lett. Ilyen frappánsak voltak ezek a japánok. No, de lépjünk túl a pisin, és jegyezzük meg ezt a szófordulatot, mert akár hiszitek, akár nem, még elő fog kerülni. Tehát lépjünk túl a pisin, és nézzük meg, hogy mi lett szegény Izanagival. Hát szegény Izanagi, miután elvesztette a kedvesét, végtelen nagy bánat lett rajta úrrá, és könnyekben tört ki. Ezekből a könnyekből pedig megszületett a forrás istennője Nakisavame. Milyen szép, csak hát szerintem nem feletteti el az előző borzalmakat, meg azokat sem, amik ezek után fognak következni, ugyanis miután Izanagi felülkerekedett a bánatán, eltemette Izanamit a még ma is létező Hiba-hegyen, Shimane megyében, ha esetleg felbuzdultok a mai adáson, akkor ezzel rándokolhattok oda, tehát miután eltemette a kedvesét, hatalmas haragra gerjedt, és fogta a Totsuka no Tsurugit, illetve egy Totsuka no Tsurugit, ez ugyanis egy 10 kisarasznyi kard, vagy 10 öklömnyi kard, és ezzel szanaszét kaszabolta Kagutsuchit, akinek a testéből pedig 8 istenség született, hát egy a fejéből, egy a mellkasából, egy a hasából, egy a genitáliájából, aki nem kapcsol ilyen gyorsan latin szavakra, annak mondom, hogy igen,
a tűzistenség fütyköséről beszélünk, kettő a két karjából és kettő a két lábából, illetve a véréből is született új 8 istenség. Azért így ne nagyon legyenek kétségeink afelől, hogy a régi japánok hogyan intézték a vitás ügyeket. Na mindegy, a lényeg, hogy Izanagi miután befejezte a vérengzést, alászállt az alvilágba, a Yomino-kuniba, hogy visszahozza Izanamit. Na hoppá, nem hallottuk már valahol ezt a történetet? Tudom ám, hogy most van az érettségi időszak, úgyhogy akinek frissen a fejében van, annak feltűnhetett, hogy ez itt a japán Orfeusz és Eurydiké. No tehát, miután a mi kis japán Orfeuszunk alászállt az alvilágba, a Yomino-kuniba, megállapította, hogy hát ez a világ nem is különbözik olyan sok mindenben a fenti világtól, csak éppen rohadtul sötét van. Azért nagy nehezen megtalálta Izanamit, és így szólt hozzá. Na, hello, édes! Még nem fejeztük be a teremtést, úgyhogy nyomás vissza. Mire Izanami, akinek most megváltoztatom a kedves hangját, ugyanis itt vagyunk az alvilágban, meghalt, és amúgy meg ő lesz az alvilág istennője, szóval de keményítünk. Tehát azt mondja a kemény Izanami. Elkéstél, papa. Már ettem itt a Yomino-kuniban, úgyhogy nem térhetek vissza. Ide tartozom. Na hoppá, nem hallottuk már ezt is valahol? De hogy nem, ő a kis japán Persefóné, úgyhogy valószínűleg a görögöknek is, meg a japánoknak is megvolt a vélemény a falánknőkről. Zárójel bezárva, tehát Izanami nem akart visszamenni, viszont Izanagi kötötte az ebet a karóhoz, az ebit a karóhoz. Az ebi az a japán garnélarák. Még mindig nem vicces. Tehát Izanagi nem tágított, és mindenképpen vissza akarta vinni Izanamit a fenti világba. Mire Izanami mondta, hogy jól van, de akkor meg kell beszélni az alvilági istenekkel, hogy visszaengedjék. Más verziók szerint Izanami kötélnek át, és kért egy kis pihenési időt, mielőtt visszamennek. Lényeg a lényeg, elég sokáig nem tért vissza, úgyhogy előtte meghagyta Izanaginak, hogy bármi történjék, nehogy ránézzen. Ismerős ez valahonnan? No, és akkor a mi kis japán Orfeuszunk nyilván nem bírta ki, úgyhogy kitörte a haját díszítő fésű egyik fogát, meggyújtotta, és folytatódik a horror, a fényénél megpillantotta Izanami rothadó testét, amit a férgek rágták, és amiből amúgy megteremtődött 8 istenség, a 8 viharisten. Szintén a fejéből, mellkasából, hasából, rúzsából, a két lábából és a két karjából. Több se kellett szegény Izanaginak, sikítva menekült. Viszont ugye Izanami egy nő, akinek megsértették a becsületét, akit meglestek egy ronda pillanatában, úgyhogy nem ám úgy van az csak fiúk, hogy az ember úgy elmenekül. Rá is szabadította Izanagira a Yomotsu Shikomét, az alvilági ronda nőt, vagy az alvilági ronda nőket, hogy üldözőbe vegyék. Úgyhogy csak szólok, japán specialista fiúk, hogyha a nő reggel az ágyban azt mondja, hogy jaj, ne nézzél, mert most csúnya vagyok, vagy amikor nem akar az istennek se ajtót nyitni, mert mindjárt, csak még nem sminkeltem, no, az egyáltalán nem tréfa dolog. De kanyarodjunk vissza a mítoszhoz, mert most jön egy nagyon izgalmas és roppant kreatív üldözős jelenet, hát azt is mondhatnánk, hogy egy akciófilm paródia. A leleményes Izanagi ugyanis különféle agyafurt trükkökkel próbál megszabadulni az üldözőitől. Először is elhajítja a fejdíszét, amiből szőlő keletkezik, és a falánknők, az alvilági falánknők ebből lakmároznak, bár azért nem tartja fel őket annyi ideig, másik verziók szerint pedig megbotlanak, elcsúsznak ezeken a szőlőszemeken, de azért mennek Izanagi után rendületlenül. Úgyhogy a leleményes Izanagi ismét kitöri a fésűjének egy fogát, elhajítja, és a földön ebből bambusz válik, és szintén a falánk alvilági nők ebből elkezdenek falni, lakmározni, és nem is követik tovább Izanagit. Viszont Izanami sem adja fel egykönnyen, és most a 8 viharistenséget, plusz még biztos, ami biztos, 1500 harcost az alvilágból utána küld Izanaginak, hogy kapják el. És most jön a legjobb rész,
ami nincs is benne mindegyik változatban, és ami miatt mondtam, hogy jegyezzétek meg a lépjünk túl a pisin szófordulatot. Tehát a történet a következő. Izanagi, hogy egy kicsit feltartsa az üldözőit, elővette isteni falloszát, és nemes egyszerűséggel neki pisilt egy fának. Hát valószínűleg már elég régóta tartogathatta, mert hatalmas folyam keletkezett belőle, amit azért megúsztak, vagy átúsztak, vagy átléptek az üldözői, úgyhogy még nem menekült meg így se szegény, hiába pisilt ennyit. Mindig ez a pisi, nem is értem őket. Na mindegy, tehát még mindig üldözték, viszont Izanagi már lassan-lassan elérte azt a lejtőt, ami összekötötte az alvilágot a fenti világtól, és mit ad Isten? Ott termett egy barackfa, fogta erről a barackokat, és jól nekihajította az üldözőinek. Na, most ebből gondolhatjuk, hogy nem lett ebből semmi, viszont tévedünk, ugyanis a kínai mitológiában a barack a rossz elleni védekezésül szolgál, ezt vették át a japánok, úgyhogy azáltal, hogy Izanagi megdobálta barackkal a támadóit, megmenekült. Micsoda egy pancserbanda, gondolta a bekeményített Izanami, és végre ő maga ment utána a volt férjének, hogy elkapja. Már majdnem utolérte, viszont a leleményes Izanagi talált egy borzasztó nagy követ, amit ezer ember se tudott volna megmozdítani, de mivel ő egy isten volt, simán felemelte, és eltorlaszolta vele a lejtőt, ami összekötötte az alvilágot a fenti világgal. Izanami azért nem hagyta ennyiben a dolgot, utána kiabált még. Ha elhagysz, minden nap megölök ezer embert! Ha így teszel, bébi, akkor én meg minden nap teremtek 1500-at. Így jelent meg a halál az istenek és az emberek világában, és így magyarázták a régi japánok az életkörforgását. Illetve megtudhattuk azt is, milyen egy dühös nő. Izanagi, aki szerencsésen megmenekült, úgy gondolta, hogy meg kéne szabadulnia attól a rengeteg szennytől és mocsoktól, ami ráragadt az alvilágban, és meg akart tisztulni, meg akart mosdani egy folyóban. Nem abban az előző sárga folyóban. Tehát meg akart mosakodni, meg akart tisztulni, és ez a mosdás volt jelképesen az első misogi, az első rituális mosdás. És most jön egy epizód, amelyből láthatjuk, hogy az isteneknek mindenéből, de tényleg mindenéből új isten születhet. Ugyanis amikor levetette a 12 ruhadarabját, akkor ennek mindegyikéből új isten, tehát összesen 12 új isten született. A mitológiai striptíz után ledörzsöli magáról az alvilág tisztátalanságait, ebből 2, majd pedig lerázza magáról az átkokat, ebből 3 újabb istenség születik. És még csak most jön a mosdás, a misogi. Amikor megmossa az alsó testét, akkor szintén 2, amikor megmossa a teste középső részét, ismét 2, és amikor megmossa a felső testét, újabb 2 istenség születik, ők lesznek a tenger, a víz, illetve a halászat istenségei. Végül, amikor az arcát mossa, születik meg 3 nagyon fontos istenség, akiknek amúgy a nevét is érdemes megjegyezni, mert a későbbi történetekben még elő fognak kerülni. Amikor a bal szemét mossa, akkor jön létre Amaterasu Omikami, a napfény istennője, a japán isten világ egyik legfontosabb, legkiemelkedőbb istene. Amikor a jobb szemét mossa, akkor születik meg Tsukuyomi no Mikoto, a hold istene, és amikor az orrát mossa, és a japánoknak tényleg van humorérzéke, tehát amikor az orrát mossa, akkor keletkezik a vihar istene, a tenger istene, Takehaya Susanoo no Mikoto. Izanagi e 3 gyermeke a 3 újisten között osztja fel a világot. A napistennő Amaterasu lesz Takamagahara, a magas mennyei mezők, hát az égbolt, a menny, az univerzum királynője, istennője. Aztán Tsukuyomi no Mikoto, a hold istene lesz az éjszaka ura. Végezetül pedig Susanoo, a tengerek királya, a tengerek ura. Közülük főképp Amaterasut jegyezzétek meg, ugyanis ő az az isten, akitől a japán császári család származtatja magát, a japán császárok az ő egyenes ági leszármazottai. Nem véleményezünk semmit, hiszünk a mesékben. Nem a mesékben, bocsánat. Hiszünk, pont. És azért is jegyezzétek meg, mert a következő adásban meg fogjuk látogatni. Ez most nagyon rejtélyes, de tényleg meg fogjuk látogatni.
Ennyi volt már a japán specialista, ha tetszett az adás, kövessétek továbbra is a csatornát Jámbor Alízzal. Aki mindjárt utazik haza! Jámata ne!